Közbelépés, zubor. Bükszegi és óriásit véd Király Gábor a második félidő első percében. Vernes, és Király megfogja! A válogatottságtól nemrég visszavonult Király Gábor 13 évvel ezelőtt hozta létre sportkomplexumát Szombathelyen. A haladás kapusa személyesen vezette körbe stábunkat a Király Sport létesítményben. Amit itt látunk, az egy blokk tulajdonképpen, ugye áll a létesítményből, a maga az intézmény, akkor áll az egyesületből, ahol 180 gyerek van egészen az 5 éves kortól egészen a 19 éves korig, plusz a felnőtt csapatunk, ahol ugye megyei egyben szerepelünk. És hát a Magyar Kupában a legjobb 64 között vagyunk, ami ugye történelmünk során azért ez a legjobb eredmény. És hát van még a kapusiskola ezen belül, ahol 6 kapusedző dolgozik a gyerekekkel, és ezeknek a kapusedzőknek több mint 1700 NB1-es, illetve profi mérkőzés van a hátuk mögött. Mert mi vagyunk a szombathelyi tigrisek. A kapusiskolánk az úgy működik, hogy heti 2 alkalommal itt helyben foglalkozunk a fiatalokkal, emellett ugye 6 táborunk van egész évben, ez ugye általában az iskolai szünetekre fókuszálódik, majd van nyáron egy roadshow, amivel próbálunk eljutni különböző városokba. Az Illés Akadémia és a VSE által van egy összefogás, amire én azt gondolom, hogy 60 kapus van ebben a 3 egyesületben, akikkel 2 hetente foglalkozunk. Mi nem hasonlítunk senkit senkihez, hanem akárki jön, kisfiú, kapus, mi ő belőle próbáljuk a maximumot kihozni. Eleve először feltérképezzük, van egy konzultáció, hogy ő benne még mi rejlik, mit kell javítani, mit kell erősíteni, és mindig egyénre dolgozunk. De vajon mit szólnak ahhoz a fiatalok, hogy nap mint nap találkozhatnak Király Gáborral? Én itt azért megszokott jelenség vagyok, tehát lehet úgy is látni, hogy a gyerekek, akik a mi egyesületünkben játszanak, ők köszöntenek, ők próbálják a tisztaságot is követni, tehát a rendet, a fegyelmet, ami igazából engem képvisel. Úgyhogy természetesen vannak, akik szürke nadrágba védenek, de nem mindenki, meg valamikor nem mindig. 18 évig azért tanultam külföldön, hogy ezt a tudást átadjam a fiataloknak. Itt a saját egyesületünkben ezt abszolút tudom érvényesíteni. Ehhez hozzátartozik a viselkedés is, az egymással való kapcsolat, a kommunikáció, a beszélgetések, az egymás iránti alázat és tisztelet, tehát ami igazából a sportot és az embereket jellemzi. Úgyhogy nagyon szeretek itt lenni, itt dolgozni közöttük. A királyi audiencián következő részében megismerkedhetnek a kapus már legendásnak számító mezgyűjteményével is. Segítünk el!